A négy napos 12. híresvárosi vigadalom utolsó napján is számos változatos program várta az érdeklődőket Turán. Augusztus 23-án vasárnap délelőtt a Nagy Boldogasszony templomban Tura városáért és testvérkapcsolataiért ajánlották fel a Szent Misét. Délben a főtéren már szorgoskodtak a főzőverseny résztvevői, és bár a megmérettetésen idén csak 3 csapat indult, a zsűrinek így sem volt könnyű dolga. A Galgamenti Motorosok baráti köre lecsót készített. Két lecsót készítettünk, az egyik hölgyeknek, az nem erős, nem csípős paprikából, a másik pedig a metál lecsó, ami ugye férfiaknak, illetve a bevállalósabbaknak van, abban mindent tettünk, ami erős. Egy ilyen motoros baráti kör összeállt, itt a Galgamenti Motorosok, és kitaláltuk, hogy egy kicsit ezekből az esti partikból, amiket szoktunk magunknak szervezni, egy kis ízelítőt adunk a kedves bíráknak is. A metál lecsó leginkább a bogyász paprikától kapta az erejét, emellett a főzősátor milliója sem volt elhanyagolható az értékelésnél. Metál zene szólalt, még készítjük is, lehet, hogy már ez is ad valamilyen más ízvilágot, ezt még nem tudom, de alapvetően a lecsó, és van benne egy kis szeletelt virsli gomba is, tehát így minden jóból egy picit próbálunk beletenni, de azért ne legyen túlzott egyik íz sem. Egy kellemes keveredés lesz belőle, azt gondolom. A szelektív hulladékhasznosító non-profit Kft. Lelkes csapata vörösboros marhalábszár pörköltet főzött, amit tarhonyával és savanyúsággal tálaltak. Hát ugyanúgy meg van dísztelve a zsíron a hagyma, előtte kis szalonnal, vagy szalonnal egy belesütve, és akkor sokáig pörkölizáljuk, hogy kis kéreg legyen a hús körül, hogy ne menjen ki a nedvesség, és akkor utána jön hozzá a piros paprika, meg a bors, fűszerek, só, akkor paradicsom van belevagdosva, egy kis paprikával belevagdosva. És akkor egész lassú tűzön, kevés vízzel lassan sütögető, sül. A Galgamenti Művészek Egyesülete ugyancsak marha pörköltel nevezett a megmérettetésre. A csapat az ételt túros csuszával szolgálta fel. A főzőverseny jó alkalmat adott az újra alakuló egyesületnek a megmutatkozásra. A Galgamenti Művészek Egyesülete néhány évig nem igazán mutatta meg önmagát, most élet újjá tulajdonképpen. Most szerveződik újjá az egész egyesület az új tagokkal és a régi tagokkal karöltve. Úgyhogy ez tulajdonképpen ez az egyik első megjelenése ezekben az időkben az egyesületnek. A zsűri tagjai között a Csíkszent Imre testvértelepülésről érkezett Jakab Károly, a Turai Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesület elnöke Marinka Sándorné és az ugyancsak helyi Tóth István, a Galgamenti Mezőgazdasági Kft. Elnöke foglaltak helyet. Véleményünk szerint a szelektív Kft. Csapata végzett az első helyen. Hogyha ajánlhatok nekik valamit, akkor azt szeretném mondani, hogy legközelebb a tarhonyára egy picit jobban vigyázzanak. Nagyon kulturáltan tálalták föl egyébként, gusztusosan nézett ki a föltállalt étel, finom volt, a tarhonya egy picit, mintha el lett volna főzve. Szelektív Kft. Képviselőjét kérném szépen. Galgamenti Motorosok Egyesületét díjaznánk második helyjel, mert hogy nagyon tetszett az a kiváló, erős lecsó, amit készítettek. Ha az ő figyelmükbe is ajánlhatok valamit, akkor a virsli helyett én inkább kolbászt raknék bele. Mondtam ugye rögtön az elején, hogy borzasztó nehéz dolgunk volt. A túros csúszás marha pörkölt legalább olyan jó volt, mint az első helyezett. Talán, ha nekik is mondhatok valamit, akkor én egy picivel kevesebb hagymával készíteném el. Azt éreztük ki a zsűri egybehangzóan, hogy talán sok a hagyma benne, egy-kettő. A szalonnát nem csíkokba sütnénk elő, hanem kiskockázva. De egyébként nagyon finom volt ez is. Gratulálunk nekik is!
A vasárnapi forgatagban kézműves kirakodóvásár is várta a főtérre látogatókat. A többségében helyi alkotók szemedgyönyörködtető egyedi portékái között különböző kreatív technikával készült ékszerek, játékok, kerámiák sorakoztak. Kuti Mihályné Teri néni idén 85 éves, telente még mindig gyönyörű turai hímzéssel kivart kézi munkákat készít. A kézműves vására asztalterítőkkel, zsebkendőkkel, népviseleti blúzokkal, ingekkel, falvédőkkel érkezett. Egész télen varrok. Nyáron kertbe, télen ez a kézi munka, ez nagyon nyugtat engem. Valamikor művelődési házba dolgoztam, és akkor ugye kaptam mindig ezt a Berkestől ilyen jó könyveket, és rádöbbentem, hogy ettől hasznosabban is el tudom tölteni az időt, és akkor még élt ez a néni, az Ilon néni, aki trukkolt ezt az anyagokat. És elvittem egy nagy anyagot, és mondtam neki, Ilon néni, én a lapos hímzést tudom csinálni, de nagyon kérem, tanítsam meg a lukhímzésre is. Azt mondja, fiam, ha te ezt kivarrod, akkor igazán még tanulod a lukhímzést. Hát kivartam gyönyörűen, úgyhogy meg is dicsért érte, és én attól kezdve a téli szabadidőmöt mindig a hímzéssel kötöm le. Nagyon szeretem különösen a fehér lukhímzést. Színes nincs is, csak egy, mert ha jó van zsebkendőköt, azt csinálok színeset, de a fehér lukhímzést azt nagyon szeretem. Van olyan, ami 1930-ban készült, mikor én születtem, még mindig kézimunka, sőt, még olyan is van egy, ami 1910-ben készült. A népművészeti darabok mellett az újszerű alkotásokban is ötvöződött a divattal a hagyomány. Főként horgolt ékszerekkel foglalkozom mostanában. Hoztam még részből hajlított ékszereket, amiket gyöngyel szoktam kombinálni. Most a legújabb szerelmem az a csipkéből készült ékszerek, amit egy különleges, speciális csipkeanyagból szoktam elkészíteni. Azt is gyöngyel lánccal szoktam kombinálni. És a nagymamámnak a nagyon szép régi hímzett kendőit hoztam el, kézbe való kendőket. Úgy veszem észre, hogy egyre inkább elterjedőben van az, hogy kézzel készült ékszereket vegyenek az emberek, legyen benne egyediség, ne az legyen, amit a polcról leveszek, és minden második emberen látok utána, úgyhogy úgy veszem észre, hogy most ez most a trend. Az ékszerek között találhattunk olyan darabokat is, amelyek nem csak szépek, hanem funkcionálisak is voltak. Milyen ékszereket hoztak ide a kézműves vására Turára? Kristálytalizmánokat, kristálykarkötőket. A kristály nálam rezgés szerint van összeállítva. Ezzel teremteni tudunk. A mai világban úgy gondolom, hogy nagyon nagy szüksége van az embereknek valami mankóra, de ez azért egy picit több, mint a mankó, mert azért ez működik is. Tehát először is egy támasz, másodszor egy hatékony segítség. Egy a lényeg, mindig hordja az ember. Megváltoztatja az egyénnek a rezgésszámát, és bevonza azt, amit szeretnénk, hiszen hogy teremtünk, hasonló a hasonlót vonza alapon. A vasárnap délutáni színpadi programok a Zenepavilonban a Turai Világi Női Kórus koncertjével indultak. A kórus 2008-ban alakult, vezetője Sándor Kis Anita. Repertoárjukban alapvetően klasszikus kórusművek szerepelnek, de a híresvárosi vigadalom alkalmával olyan könnyedebb darabok is felcsendültek előadásukban, mint Enya, Máté Péter vagy az Abba slágerei. A turai komédiások már fogalomnak számítanak a település kulturális életében. A közelmúltban is nagy sikert arattak Turán és környékén az Egy csók és más semmi című darab saját változatú feldolgozásával. Ezúttal is ebből adtak elő néhány zenés-táncos részletet. A csapat vezetője Diligens Károlyné. Sok szeretettel köszöntöm Önöket a mai csoportterápiánkon. Ez a csoportterápia elég komoly témáról fog szólni, méghozzá a válásról és annak feldolgozásáról. Mert ugye ez különböző stresszel, illetve olyan dolgokkal jár, amit Önök egyedül nem tudnak ugye feldolgozni. De én hiszem, hogy Önök mindannyian erős, önálló, független személyiségek, és képesek az önálló életre. Ezért kérem, mondják utánam hangosan a következőket. Én uralkodom az érzéseim és a tetteim fölött.
Maga én uralkodik az érzéseim és a tetteim fele. Oh. Hölgyem! A jó Isten áldja meg, nem én, hanem maga. Akkor próbáljuk meg még egyszer, jó? Tehát... Én uralkodom az érzéseim és a tetteim fölött. A csürdöngölő sátorban elsősorban fazekas foglalkozásokkal várták a gyerekeket. Ezen kívül népmesével és rövid játékos táncházzal is készültek a kicsik számára. Én leszek a főmadár, kinyitom a jónak szárnyaimat, mindenki utána nyitogathatja a szárnyakat, és amit én mondok, azt már is vissza lehet majd csiripelni nekem. Jó? Figyelj! Madarak voltunk, földre szálltunk! Hadd halljam, kis madarak! Madarak voltunk, földre szálltunk! Búzaszemet szedegettünk! Búzaszemet szedegettünk! Mondd meg! Te? Mondd meg! Te? Hány zsák kell? Hány zsák kell? Nagyon-nagyon jó madarak voltak. Nem sokkal 4 óra előtt már a nagy színpad előtt is gyülekezett az érdeklődő közönség. A 12. híresvárosi vigadalom vasárnap délutáni ünnepi programján Szendrei Ferenc Turaváros polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, majd beszámolt az elmúlt egy évben megvalósult, illetve a közeljövőben várható legfontosabb fejlesztésekről. Megnyíltak előttünk hazai források. No, nem bő hazai forrásokról van szó, hanem 3 milliárd forintról volt szó országos szinten. Különböző témakörökben jelent meg, például sportfejlesztése, pályázati lehetőség, járdakarbantartása, illetve önkormányzati intézmények infrastruktúrális energetikai fejlesztésére. Az ország települései 2500 pályázatot nyújtottak be. A 2500 pályázatból 207 darab pályázat nyert. És örömmel jelentem, hogy Tula városa ebből a pályázatból 30 millió forintot nyert. A kastélykerti óvoda energetikai korszerűsítésére, a konyha komplett felújítására, a külső nyílászárók cseréjére, a tetőszerkezetének a javítására, födém hőszigetelésre és külső homlokzati hőszigetelésre. Én azt gondolom, beszélgettem itt képviselőtársaimmal, hogy nem hagyjuk ki a tetőcserét sem az óvodában, tehát egy kompletten felújított óvoda fog rendelkezésre állni jövő tavasztól. Város üzemeltetési szinten, önkormányzati szinten szeretnénk egy építőbrigádot létrehozni, ahol az építőiparban az összes szükséges szakma képviseltetné magát. Jó, a legfontosabbak. Kőműves, villanyszerelő, vízvezetékszerelő, burkoló, és így tovább. Így körülbelül a vállalkozói díjakhoz képest úgy, hogy korrektül kifizetünk minden munkabért, ha kell egy kis inspirációt is tudunk még nekik adni, akkor is körülbelül a vállalkozói díj 50%-ába kerül a munka, és annyi családnak segítünk, ahány családból veszünk föl esetleg dolgozó embert, apát, fiát, vagy éppen mindkettőt. Már hagyományosan minden évben a híres városi vigadalom ünnepi programján kerül sor a Turáért emlékérmek átadására. Turaváros önkormányzatának képviselő testülete 2015. évben Szarvas László András részére Turáért emlékérem kitüntető címet adományozza a Turai Általános Iskolában végzett több évtizedes oktató, nevelő, lelkiismeretes könyvtárosi munkájáért, az iskolai újság életre hívásáért, a Galgamente értékeinek gyermekek számára élményszerű feltárása érdekében végzett munkássága, valamint a helyi közéletben kifejtett tevékenysége elismeréseként. Gratulálunk! Köszönöm szépen! Kicsit elfogódott és meghatott vagyok. Köszönöm a önkormányzatnak, köszönöm polgármester úrnak, és köszönöm azoknak, akik a munkám során segítették a tevékenységemet. Köszönöm szépen! Turaváros önkormányzatának képviselőtestülete 2015. évben Tóth István részére Turáért emlékérem kitüntető címet adományozza a Galgamenti Mezőgazdasági Szövetkezetben
majd a Galgamenti Mezőgazdasági Kft.-ben végzett munkahelyteremtő és munkahely megóvó, valamint a helyi önkormányzati életben kifejtett, továbbá a helyi civil közéletet és sportot támogató tevékenysége elismeréseként. Nagyon szépen köszönöm ezt a kitüntetést, de úgy gondolom azonnal jeleznem kell, hogy ez munkatársak nélkül, alkotó közösség nélkül nem jutottam volna ide, hogy ez szóba kerüljön. Nagyon szépen köszönöm munkatársaimnak, köszönöm a családomnak, a feleségemnek, és mindenki. A kitüntetések átadása után a Turai Széchenyi műhely, illetve a Turán és Kistarcsán is megtalálható Szilka szalon mutatkozott be. A különleges divatbemutatókon helyi és környékbeli önként vállalkozó modellek viselték a szebbnél szebb kreációkat. A történelmi ihletésű magyaros ruhákat készítő Széchenyi műhely öltözékeit Győriné Széchenyi Mária varja már 1990 óta. Igényes kézműves alkotásai bármilyen ünnepi alkalommal viselhetők. A mennyasszonyi és alkalmi ruhákat készítő Szilka szalon 2004 óta működik Turán. Divatbemutatójukon a kislány koszorús lányruháktól egészen a női alkalmi báli ruhákig felvonultatták kollekciójukat. Elsősorban az idei szezonra készült szalagavatós ruháik széles választékát mutatták be. Tüllel, csipkével, strasszal díszített ruháik több fazonban jelentek meg. A kollekciók megálmodói és megalkotói Meleg Szilvia, Meleg Katalin és Hajdú Tímea. A színpadi programok sora a turai hagyományőrző népművészeti csoportok műsorával folytatódott. Az Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesület az utolsó olyan népművészeti közösség a településen, melynek tagjai még beleszülettek az élő hagyományba, és onnan eltanulva éneklik a dalokat, őrizték meg a népviseletet. Az egyesület vezetője Marinka Sándorné. A híres városi vigadalomra Galgamenti népdalcsokorral érkeztek. Cseng a kassa, peng a kassa, rendre dől a kalász, Markot szed a kis angyalom utánam. Icsi lábát, felszúrja a tarló, piros vére hull a sarló nyomába. Gyere, rózsám, bekötöm a lábat, piros véred ne hulljon le a földre. Esztendőre vagy kettőre megesküszünk, babám, helyre csinos menyecske lesz belőled. Az idősebbeket a fiatalabbak követték a színpadon. A Suhajda zenekar tagjai a Podmanicki Művészeti Iskolából kikerült növendékek, akik többek között Pál Lajostól is tanulhattak zenét. Jelenleg a Váci Bartók Pikéti Zeneművészeti Szakközépiskola tanulói is. A Galgamenti ifjakból álló zenekar neve szláv szóból ered, melynek jelentése fiatalok. Haja, haja, kukorica, haja, meheg a szerető mídás anyja, ne is legyen addig egészsége, míg nem leszek a fia felesége. Ne is legyen addig egészsége, míg nem leszek a fia felesége. Fóka és táncosai 2014-ben a Turai búcsú alkalmával szervezett utcabálon alakították meg csoportjukat. Előadásaikkal a cigány hagyományt igyekeznek megőrizni. Kísérő zenekaruk a gyermekeik alkotta Turai fiúk. Élt a falu végig kis kunyhóba egy sokáig cigánylány. Rabja lettem, de nem felejtem, a szívem reávár. Szeretni mást azóta én nem tudom, álmaimban mindig csak rád gondolok. Gyere, táncolj, cigányjár, ez a tánc most neked jár. Eliszom az utolsó pénzemet, árán bánom, hogy szeretelek tégedet. Gyere, táncolj, cigánylár, én neked úgyis mindegy már. De felejtsd el a bánatot, hisz áll a vál. Gyere, táncolj, cigánylár.
A Turai Zsinnyegők táncegyüttes Sobri Jóska hírhedt betyár titokzatos legendájáról szóló műsorát adta elő az Isaszegi Csata táncegyüttes ifjúsági csoportjának közreműködésével. A történetet mesére és népdalokra fűzve somogyi, gömöri, kékcsei és hajdúsági táncokkal színesítve mutatták be. A műsort a Szokolik házas pár állította össze, a zenét pedig a Fix Stim zenekar szolgáltatta. A nagy színpad folklór műsorával párhuzamosan a Zenepavilonban interaktív pantomim előadás szórakoztatta a kicsiket és nagyokat egyaránt. Pantomim után a vidám hangulatot tovább fokozta Zalai Lídia és Egri József műsora. A Memory Interoperett társulat művészeinek előadásában népszerű operett slágerek csendültek fel vasárnap kora este Tura főterén. Ringó, váló, csengeri, vihola és a angyal dom. Gyurja, gyurja, csejre valókám letáncolom. Ringó, seszkes, eszkő, vállat magam a sor. Két határon inszem nála. A négy napos rendezvény tetőpontját vasárnap este a nagy színpadon az elektronikus zenét keleti, balkáni és magyar folkelemekkel vegyítő, nagy sikerű balkán fanatik koncertje jelentette. A négy napon át tartó programsorozat a szemedgyönyörködtető tűzijátékkal ért véget. A tűzijáték után az esti órákban DJ Narzó és a helyi Szénási Béla Jacko Michael Jackson-t igyekezett feleleveníteni a Zenepavilonnál a rajongók és a diszkózni vágyók számára.